Szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye nagyon sok mindent hallottatok ma. Én teljesen másról fogok beszélni, arról a napi életről, amit ti is átéltetek. 2018 eseményei. És ha belegondoltok, akkor megint azt kell mondani, hogy kezdjük az év elejével. Az év elején gyakorlatilag ugye szembesültetek azzal, hogy volt is tél, nem is volt tél, de a tavasz az tél lett. Tehát gyakorlatilag itt több hullámban, tehát a német lajosnak az előadásához kapcsolódva el kell mondani, hogy fölborult a szokott időjárásunk, és a melyek háromszor-négyszer indultak el fiasítani, aztán fogta vissza az időjárás a fiasításukat. Ez a kisebbik baj, mert a méhek ezt el tudják viselni. Hát ők ezt megszokták az évszázadok, évmilliók alatt, hogy gyakorlatilag volt időszak, amikor ezt vissza kellett fogni. Egyet azonban nem tudnak elviselni, a táplálék hiányt. A táplálék hiányt tartósan nem tudják elviselni, és ezen kell gondolkodni a méhészeknek. és most jön a lényeg, nem azt kell mondani, hogy ez van, és akkor hagyjuk abba a mézkedést, hanem arról kell beszélni, hogy hogyan tudjuk ezt az egész helyzetet kezelni, ahhoz, hogy a méheink tudjanak termelni ebben a megváltozott környezetben. Tehát ugye sok fejfájással indult, és a másik, amit tudni kell, hogy nagyon sok mélyészetben fordult elő jelentős mértékű méveszteség, mévesztés 2018-ban. Mit mondtunk 2017-ben. 2018 biztos, hogy jó év lesz, mert atkánk alig van, azt szépen el tudtuk rendezni. A mébetegségek szépen visszaszorultak, és mindenki azt gondolta, hogy 2018-az egy gond nélküli év lesz. Ezzel szemben mit tapasztaltunk? Elkezdett virágzani mondjuk a gyümölcs, a repce, a stb., és mindig a méheink eltűntek. Mikor tűntek el a méhek? Akkor, amikor a virágzás elindult. Hát pont fordítva kéne lenni. Elindul a virágzás, amelyek szépen jönnek föl. Fölkészülnek a következő mélegelőre. Mit tapasztaltunk? Pont az ellenkezőjét. Ez nem általános, hanem egyedi egy-egy területre jellemző volt, de azon a területen esetleg érintett 20-30 is, akik ezt átélték. Tehát nagyon sokfele lehetett azt látni, hogy a méhek mászkáltak, eltűntek, és a többi. Itt egy időjárás görbe, ugye ez Lajosnak a témája, de mélyzeti szempontból két dolgot szeretnék itt fölhívni a figyelmeteket. Január, nézzétek meg, szépen beindult a melegedés, a fiasítás, és ezt követően február vége fele, ott egy nagyon csúnya lehűlés következett be, és ez tartósan jelentkezett, itt napokról van szó, tehát itt Magyarország átlag hőmérséklete van kivetítve. Nézzétek meg, ugye egy hideg hullám, két hideg hullám, három hideg és áprilisban, ahogy Lajos is mondta, valóban beindult egy olyan melegedés, felmelegedés, aminek hatására a növények, ripsrops behozták a lemaradást beszélgettünk arról, hogy mikor fog az akác virágzani. Először azt mondtuk, hogy május 10-16 között. Telt múlt az idő, jó idő volt végig. Láttuk, hogy az akácnak a ügye gyönyörű szépen jön ki. Mondtuk, hogy május 5-e körül. Mit a Isten április utolsó napjaiba megmértük az első egy kilót. Ilyen, hogy áprilisban mérleget, kecskeméten legalábbis, mérlegen mutatkozó hordás legyen, ugye itt ember emlékezetről volt szó, ember emlékezet óta én ilyenre nem emlékszem, hogy áprilisban mértünk volna az akácon. Mi a probléma? Az, hogy a természet a növényeknél ezt a gyors fejlődést elindította, amelyeknél viszont le voltunk maradva, ennek ellenére nem panaszkodhatunk az akácra. Viszont, ami itt lényeges, és ezt tessék megérteni, hogy az enyhe január Beindította a fiasítást. Kevés fagyja, gyakorlatilag hó nélkül. Ugye ö, új évkor neki láttak a szőlő gyümölcs meccésének, stb. stb. Nem akarom ezt. Február-március megérkezett az elkésett tél, sok hóval, erős mínuszokkal. És még már március közepe fele tartunk, márciusban eljött a tavasz, március vége fele. Áprilisban már teljes nyárias volt a kánikulai napokkal volt fűszerezve az időszak. Nézzük meg a növényeket, mit csináltak. Januárban? Hát semmi növény nincsen. Hóvirágról nem gyűjtenek a méhek annyit, hogy ez elég legyen nekik. Mogyoró elkezdett virágzani? Számít, nem számít. A mogyoró az becsapja a méheket. Mi a probléma, kérem szépen? Az, hogy március közepéig igazából a méheknek nem volt semmi kajájuk. Sokan mondják, hogy bent a kaptár ott van ám a mékenyér meg a virágpor. Könyörgök, 20-30 deka, jó esetben 40 dekagram. Egy egészséges mély családnak a tavaszi időszakban 4,5-5 kiló virágpor kell. Ha ezt a nem tudom számukra biztosítani, mi fog történni? A méhek belső tartalékai fokozatosan csökkennek, mert a következő generációt ebből a belső tartalékból ö, nevelik. Ez olyan, mint a tehén, ugye, vagy a koca, hogy megellik a koca. A 11 malacot azt szoptatni kell. Ha végül csont soványra lefogy a koca, hogyha nem táplálják normálisan azt a, azt a sertést. Ugye a mélyeknél is ugyanígy van, hogyha a kifejlett méhek lezsarolódnak, mi lesz a következménye? Az, hogy egy korai nemzedékváltás, túlkorai nemzedékváltás, nincs, aki a stafétabotot átvegye, és kérem szépen, nem kell azon csodálkozni, hogy két-három két hullámban indult meg a mélyek fejlődése, két-három hullámban torpant meg újból és újból a mélyeknek az egészséges kiterjedése. Ugye rajt az idén nem tudom, mennyit fogtatok be mondjuk május-június környékén, de én szerintem nem lehet ezzel dicsekedni, tehát egy egészséges rajzás sem alakult ki. Ugye majd beszélünk arról is, hogy ezt hogyan lehet kivédeni, mit lehet tenni. A májusban meleg nyári idő, éjjel, ugye minimum 15 fok, nappal 30 fok. Nézzük meg a növényeknek a mézelését. Ha elővesztek szakirodalmat, ami a méztermelés, illetve a nektártermeléssel foglalkozik, akkor azt mondja, hogy számunkra az a kedvező, hogyha az éjszakai hőmérséklet lemegy olyan 5-6 fok köré, és a nappali hőmérséklet fölmegy 20, 22, 23, 24, 25 fok köré. Ennél melegebb ne legyen, mert ha ennél melegebb van, a nektár termelésnek a kárára fog fordulni. Mi a baj, hogyha az éjszaka meleg? Miért baj ez, hogyha az éjszaka meleg? Hát a növények ugye nem állandó hőmérsékletű élőlények, ők is ugyanolyan élőlények mint mi, csak növények. A az anyagcsere az szerint fog működni, hogy milyen a hőmérséklet. Ha éjszaka meleg a hőmérséklet, a cukrokat pikpak elhasználja a növény. És nappalra, mikor a nektár kerülne a sor, nem marad cukor. A másik, nézzük meg, mi a túl meleg, mi a baj a túl meleggel. Ha 30 fok körüli hőmérséklet van a 25 fokhoz képest, ez százalékban kérem szépen óriási különbség áll. A párolgás hatványozottan gyorsabban történik. Gyakorlatilag a növény, de most ne a nektár termelése kezdjetek foglalkozni, először azzal, hogy a növény mennyi vizet tud fölszívni, és mennyit ad le. És hogyha az az egyensúlyi állapot, Fölborul, hogy kevesebbet tud fölszívni, mint amit lead, mi történik? Lekókad, ugye, mint a látni lehet a kukorica levelét, amikor ugye lehajlik, és a többi, és a többi. Ilyen növényektől ne várjatok nektártermelést, ahol a netkeringéssel baj van. Tehát a számunkra optimális nektártermelési környezet az vagy adott, vagy nem adott. Vannak növények, amelyek ettől függetlenül melegebb időszakban is tudnak nektár termelni. Például a napraforgó ilyen. Tudjátok, hogy a napraforgó kifejezetten szereti a melegebb hőmérsékletet. miért? Karó gyökérzete van, nagyon mélyen gyökérzik, vagy nagyon mélyen gyökeredzik, és mélyről föl tudja szívni a talajból a nedvességet, és hozzá kell tenni, c növény. Ez azt jelenti, hogy nem csak napközben, hanem éjszaka is tud a szénből cukrokat képezni. Tehát nem kerül olyan állapotba, hogy a cukor a netkeringésben ugye le, lecsökken, vagy leesik. Ha ezeket az ember úgy ismeri, akkor látni fogja azt, hogy igen, ebben az évben minden feltétel adott volt ahhoz, hogy a mély családok vontatottan induljanak fejlődésnek. Ha az atka szempontjából nézem ezt a kérdést, akkor azt kell mondani, hogy örültünk is ennek, hiszen az atkát visszafogta ez a vontatott szaporodás, mert a fiasítás kiterjedése többször-többször visszaesett, és az atka szaporodásnak ez nem kedvezett. Ezt visszaigazolták a méhészek is, mert akác időszakának a végéig atkával különösebben senki nem találkozott, csak ezt követve. Ugye egészségű szempontból nézzük, hogy mi lett ennek az egyik oldala. A mélyek hosszú időn keresztül nem jutottak külső nektárforráshoz. A méhészek etették, hiszen szörpös etetést, meg cukorlepényes etetést folytattak. Ami nagyon érdekes, hogy a virágpor mennyiség, begyűlt virágpor mennyiségével is baj volt. Tehát januárban említettem, nem tudnak még gyűjteni, februárban nem volt rá lehetőség, március közepéig nem volt rá lehetőség normál években március elejétől fogva, 5-től 6-ától tömeges virágport hordás beindul. 2018-ban ez elmaradt, két hetet késett. A két hét késedelem annyit jelentett, közben természetesen a mély család élt, hogy gyakorlatilag a nozémának a meleg ágya kialakult. 2018 év nozémás év volt, ha észrevette valaki. Sokan ezt észre se vették, mert ugye új típusú nozémánk van, ami hasmenéssel, bélgyulladással, olyan mértékű bélgyulladással, ami hasmenést is okoz, jellemzően nem jár, de a mélyeknek az eltűnésével azonban igen. Együnk tovább, és a mélyek szervezetében gyakorlatilag kiterjedt fiasítás miatt a fészek közelében lecsökkent az élelemkészletet amelyek hideg időben inni sem tudnak kiröpülni. Tehát mi, mi a helyzet? Február végén bejött a hideg, összehúzódik a fészek, a mézkoszorút nem éri el olyan mértékben, mint amilyen mértékben kéne. Most a mézkoszorúban mi van, kérem szépen? 80% száraz anyag tartalmú méz. Ezt a mélyek fölszívják. És mi a helyzet? semmit nem tud vele kezdeni, mert víz nélkül, híg folyadék nélkül, ez kérem szépen a mélyek számára is emésztetetlen. Nagyon érdekes a mélyek bélflóráját, hogyha elkezdi valaki vizsgálni, akkor azt tudom mondani, hogy ne télen vizsgáljátok, mert a téli időszakban a bélflóra szinte nulla. Miért? Mert csak cukrok emésztését kell végezni. Gyakorlatilag csak a mézet kell, hogy emészsze a méhecske. Abba lesz grán pozitív kokkuszok, laktobacillusok, hogy könnyebben mindenki megértse. És azon kívül más nem láttuk. Elindul a tavaszi virágporfogyasztás. Nagyon érdekes, hogy a tavaszi virágporfogyasztás megváltoztatja a bélflórát is, a bélflórának az összetételét. Ami nagyon szépen mikroszkópban is látszik, az az infúzóriumok tömeges megjelenését fogja mutatni. Az infúzóriumok, ugye, hogy könnyebben megértsék a hölgyek is, meg az urak is, van a papucsállatka, elférje mindenkinek eszibe jut, meg az öltszemes ostoros az az, hogy mindenkinek eszébe jut. Ugye ezekről van szó, ezek az infúzóriumok, amelyeket, amelyek honnan is szedik össze. Kérem szépen a élő vizeknek a gazdagsága, élővilág gazdagsága az óriási. Kimész egy természetes vízbe, veszel ki egy milliliter cseppnyi folyadékot, ugye, beteszed a mikroszkóp alá, jó mikroszkóppal megnézed, és azt fogod látni, hogy milliliterenként millió szám vannak baktériumok, millió szám ugye, gombák is lehetnek benne, és tízezer számra vannak benne infúzóriumok, ugye, amit mondtam, a papucsállatka, meg az öltöme ostoros. És kérem szépen, a virágport nem a méhek emésztik meg, hanem ezek a csodálatos lények. Na most, hogyha valaki ezt az egész folyamatot nem veszi tudomásul, és azt hiszi, hogy a semmiből majd a méhek elkezdik a virágpor emésztés, az téved. Ez a méheknek ugyanúgy hozzá kell szokni, és nagyon érdekes az is, hogy a mélyek virágpor emésztése olyan, mint egy biogázüzem. Ha valaki ugye biogázüzemmel foglalkozott egyszer is életébe, azt tudja, hogy az folyamatosan etetni kell ahhoz, hogy az működjön. Mert ha nem eteted, akkor a baktériumok, amelyek a biogáz termelik, el fognak pusztulni. Ugyanígy igaz, amelyeknek a bélcsatornáját, hogyha folyamatosan nem tudod etetni virágporral, akkor ezek kipusztulnak belőle. Mi a helyzet? Hidegbetörés. Nem tudtak amelyek kimenni újból kipusztult a bléfóra. Tehát ez a vontatott fejlődés, hogy hiába indul meg a természet, egy hét múlva beindult megint a virágporhordás, de a mélyek mire belendülnek, igazából még egy hetet várni kell. Mire a virágpor emésztése újból és újból be tud indulni. Tehát ezt tessék megérteni, a mélyeknek az emésztése teljesen más, mint az emberi vagy a többi ugye, haszonállati, amit az állattenyésztésben ismertek, hogy a sertés megeteted a táppal, és akkor vígan lehet hizdalni, amelyeknél nem így van, amelyeknél bizony időszakokat nem lehet átugrani. És az is nagyon érdekes, hogy a hőtermelés, a fiasítás, etetése, gondozása rengeteg szénhidrátot, fehérjét igényel. Mi volt? A f... kiterjedt már a fiasítás. És ezt jegyezzétek meg, ha a feltöltött, a méh hemolimfája 3-4% glükóz tartalmaz. Tehát, hogyha van elegendő tápláléka, akkor ő a hemolinfa normálisan 3-4% glükózt tartalmaz. Azonban, hogyha ez kiürül, mert nem tud a méz koszorúhoz hozzájutni, fél százalék alá csökken a hemolinfa szint, cukorszintje, és mozgást képtelenné válik a méhecske, feladatait nem tudja ellátni. Ha Ilyenkor a fészket fölnyitod, azt látod, ott vannak ilyen remegő, reszkető méhecskék, igazából nem is csinálnak semmit, gyakorlatilag nyugalmi állapotba kerültek, mintha a terelést folytatnák, de így nem lehet fiasítást gondozni. A fiasításnak táplálékot kell vinni, páratartalmat kell biztosítani, meleget kell biztosítani, és nyilván ezért volt az, hogy a fiasítás folyamatosan mindig-mindig visszaesett. És most jön a mélyésznek a odafigyelése. Láttam, hogy ezek a hőmérséklet ingadozások beindultak. Nincsen, kérem szépen, virágporhordás. A koszorút, mézkoszorút vagy elérik, amelyek vagy nem érik. Mire van szükség ilyenkor a mélyeknek? Nem mézre, meg nem szénhidrátra, hanem híg, meleg folyadékra. Nagyon jól bevált, ha valaki vesz egy literes nejlonzacskót, abba egynegyed cukor, háromnegyed víz adagba beteszi a fészek tetejére, és gyakorlatilag hozzájutnak a mélyek. Mi a helyzet? A 3-4%-os hemolinfa cukorszint be fog állni családszinten, és nem fogod azt látni, hogy le vannak dermedve a mélyecskék. Tehát át lehet segíteni ezen az időszakon. Mit kell tenned? Figyelni az időjárást. Még mindig hideg van, még jövő héten is hideg lesz. Nem gond, kimész ebbe a hideg időszakba, szépen bepakolod a meleg takaróállá az élelmet, többé is meg lehet ezt csinálni, stb. Tehát kérem szépen, tudom másul kell venni, régen, a nem kellett etetni. A természet ahogy megadta, kint volt, semmit hozzá se kellett nyúlni. Most már eljutottunk odáig, hogy a mélyeket télen is be kell tereltetni, tavasszal pedig segíteni kell, hogy föl tudjanak, indulni, föl tudjanak jönni még egy figyelmeztetés. Aki a fészek környezetében lévő kereteket napraforgó időszakában kipörgeti, mit csinál? Ellopja a virágport a mélyektől. Tehát ehhez sose szabad hozzányúlni, mert az a kevés 34 évendek a virágpor az ott van, és most jön az érdekesség. Majd meglátod, a tavasz függetlenül attól, hogy fölborult az időjárás, mindig hoz egy hetet vagy pár napot, amikor a mélyek virágport tudnak hordani. És ha ezt ki tudod választani, akkor nagyon érdekes, hogy figyeld meg, hogy a virágpor hordásban, hogy serkentesz vagy nem serkentesz, 6szoros, 8szoros különbségek lehetnek. Ugye a tavaszi virágport adó növények közül megemlítem például a tyúkhúrt. A tyúkhúr az egy jelentéktelen ajnövényzet. De óriási mennyiségben, az erdő alján a különféle helyeken áttelelő növényről van szó. Nagy tömegben ugye ott lehet. És az első virágpor források közül az egyik legértékesebb, mi a baj ezzel? Nektárja nagyon kevés van. A Amelyek csak akkor tudnak rámenni, hogyha te a nektárforrás valamivel helyettesíted. Tehát itt jön az, hogy becsapod a mélyeket, hiszen gyűjtési sorrendet állítanak föl. Első helyen van a víz nektár, második helyen a virágpor, aztán a propolis, stb. stb de ha te ezt tudatosan teszed, és van egy-két nap, amikor tudod, hogy na most ki fognak menni a mélyek. Te előtte, reggel vagy este megöntöd őket fél liter szörppel, meg fogod látni, hogy a virágpor mennyiség, ami begyűlik 5 6 Tehát a méhésznek a kezébe eszközök vannak, nehogy itt a sörélesztőbe gondolkozzatok. Mit ér, ha tízdek a sörélesztőt betettél? Emésztési zavart fogsz csinálni, tehát a virágport pótlásra igazából nem sok lehetőséged van. Ha már minden áron virágport akarsz pótolni, akkor a élelmezési célra gyártott szója az, ami el tudom fogadni, más nem. Tehát a gyűjtési sorrendről ennyit, és a mesterséges anyagok csak elegendő fiatal méh kezelését követően adható például. Ugye az is érdekes, hogy ha valaki arra számít, hogy nincs elég telelő élelmem, élelmem, majd tavasszal én ezt pótolom, kérem szépen, ezt nem tudja megtenni, csak akkor, hogyha rengeteg fiatal méhecskéje van. Mert az idős méhecskék diasztázenzimet, enzimet már nem termelnek, nem tudják a cukrot igazából megemészteni. Ugye méhegészségügyi kérdés, a mélyek táplálása, abszolút és relatív éhezése és annak következményei ezt 2018-ban átéltétek. Csak ugye nem biztos, hogy így fogalmaztátok meg magatokban, mondtátok, hogy hát biztos rosszul tereltem be, biztos, hogy valami mérgezést kaptam tavasszal, biztos, hogy ez, biztos, hogy az, de gyakorlatilag egyet tudomásul kell venni. Van a relatív éhezés, meg az abszolút éhezés, és akkor egy picit a mélyek táplálkozásáról nagyon röviden itt kérem szépen a mélyeknek a nyelve, a lingva, vagy glossa, vagy sok, sokféleképpen lehet ugye mondani, ahány nyelv annyiféleképpen mondják. Mondok egy példát. 35 fok van odakint, vagy 30 fok. Beszárad a nektár. A, ott van a virág helye aljába beszáradt nektár szinte be, ki van kristályosod, vagy be van sűrűsödve ilyen vastag ö, nyálkás anyaggá. Kérem szépen, a mélyek közül az egyik mélyész mondja, hogy nálam még volt ö, egyenleg, a másik mondja, hogy fogyása van. Miért kell a normális ivóvíz a környezetbe? Azért, mert a mélyek, amikor kimennek ilyen nektárt és össze tudják gyűjteni, akkor, ha mézhólyagjukba tudnak vinni híg nektárt vagy vizet, ugye mi itt van a mézhólyagjuk, és amikor oda megy a virágra, fölöklendezi kérem szépen ezt a folyadékot, a nyelvén ott lesz egy kis csepp víz, azzal szépen föloldja azt a besűrűsödött cukrot, vagy cukorszerű anyagot, és föl tudja nyalogatni. De ezt csak akkor tudja megtenni, hogyha van víz. Tehát a nyári vízellátás, hogy naponta 60 liter meg 100 liter vizet kiviszünk, az nem véletlen van ez nem, nem lehet elspórolni. Tehát nagyon sok mélyésznél lehet azt tapasztalni, még itatója sincs kitéve. Van, van, a természetben vízjel, szóval nem, hát ezt nem lehet elfogadni. Na most ugye ezt csak egy példaként mondtam, hogy nagyon összetett a folyadék ellátása a mélyeknek fontos. Most megkapta a folyadékot, lenyelte a mélyecske, itt ezt ne úgy képzeljétek el ezt a nyelőcsövet, mint ahogy itt le van rajzol, vagy ez egy ilyen Ilyen állagú nyerőcső, hogy nem tágul. Ez ugyanolyan, ugyan mint a kacsának vagy a libának a nyelőcsöve: hogyha elegendő táplálék van a közelben, akkor kitágul. Tehát nem a nektártól fog ez kitágulni sokszor, hanem a virágportól, mert a virágporból ő be tud zabálni odakint. Olyan mennyiséget tud lábán is kosárkáján is viszi a kaptárba, de a, ö, emésztésre előkészített állapotba is visz. És ma, mi a lényeg, kérem szépen, itt jön a itt van a, 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 nektár, illetve a, a, a hólyag, és itt van egy szűk kis billentyűvel ellátott átmenet, ami megakadályozza, hogy innen már visszafele táplálék, előkészített táplálék nem jöhet. Tehát a méz az nem fog keveredni, kérem szépen a nektár, nem fog keveredni az emész, előemésztett anyaggal. Itt a virágport szépen adagolja, és a virágpor, hogy kerül hátra, mit mondtunk, ő a természetben az ivóvizet összeszedte, abban lesznek ezek a baktériumok, infúzóriumok. És kérem szépen, mivel táplálja, virágporral táplálja, és az emésztés itt ragyogóan meg fog történni. Ami fontos az emésztés szempontjából, hogy a fehérje emésztés itt javarészt befejeződik, de nagyon érdekes, hogy a miek, ha föltesszük a kérdést, hogy milyen fehérjét fogyasztanak, akkor meg fogunk döbben, döbbenni növényi fehérjét körülbelül 20%-os mértékben szív föl, hát a többi fehérje honnan származik? Hát a baktériumok, infúzóriumok szétesett termékeiből állati fehérjét is fogyaszt. Mert mi történik itt? Hát itt milliárd számra vannak ám a baktériumok meg a infúzóriumok. Ezek gyorsan szaporodnak, de gyorsan el is pusztulnak és ezeknek is a fehérjítő hasznosítja. Nagyon érdekes, hogy itt van a vékonybél, vastagbél átmenet, tehát a vékonybél az egy nagyon rövid szakasz, és ide torkollik 50-150 közötti malpigi féle csövecske, ami a vesének a szerepét tölti be, ő, ő, a kiválasztó szerve, a, a veséje a mélyecskének. Az újabb kutatások szerint kiderült, hogy kérem szépen itt a vese funkciója nem csak az, hogy méregtelenít, hanem két helyen termelődik rengeteg lizozimenzim, egyrészt a garatminigben képződik lizozimenzim nagy mennyiségben, és az azt biztosítja, hogy a baktériumokat, gombákat, a nem kívánatosokat is legalább a sejtfalát föloldja és szétesik. Ami megdöbbentő, hogy ide a malpigi féle csövek, ahol benyílnak a vékonybél szakaszába, szintén rengeteg lizozimenzim kerül. A lizo az ugye azt jelenti, hogy oldás, az im az az oldó enzim, ez a baktériumok, gombák, sejtfalát föloldja. És mi történik, kérem szépen, azok szétesnek tömegesen, amikor a vékonybélbe átkerülnek, és gyakorlatilag itt már az emésztetlen táplálék, rengeteg baktérium, szétesett baktérium és gomba fog bekerülni, és érdekes, most már tudjuk, hogy a ampulla szerűen tágult ürülékhólyakból nem csak folyadék szívódik föl, hanem a fehérjének majdnem a 20%-a még innen szívódik föl aminosavak formájában. Tehát ez fontos, hogy megértsétek, hogy a mélyeknél, hogy legyen idő arra, hogy ott megfelelő ideig tartózkodik a bélben a, a tápanyag, az, az, az is kell, hogy ezek a folyamatok szépen végig tudjanak menni, a baktériumok, gombák el tudjanak szaporodni, az infúzóriumok szintén azok szétesés követően elegendő időt tart, tartózkodjanak a a hogy a fölszívódás gond nélkül bekövetkezzen. Mondom, mit csinál a méhész? Kiviszi a városi vizet. A városi vizet megitatja a méhekkel, kérem szépen a klort meglátják ezek a baktériumok, infuzoriumok, már ki is pusztultak, és csodálkoznak, hogy hiába van virágpor, hiába van nektár, a méhek nem mennek ötről a hatra. Mert ilyen egyszerű dolgot, hogy a mélyeknek az emésztésével legalább alapszinten foglalkozzunk, nem, foglal, nem ismerik. Ezért mit kell tenni? Természetes vizet kell a mélyeknek biztosítani. Mit látok kint itatóként? Kiviszi a mélyész az itatóját, egy jellemzően egy törött mézes hordó szokott ez lenni, mert a méhész praktikus ember. Tesz a tetejére akármilyen úszót, ami újabban műanyag. Mi a probléma a műanyaggal? Hát az, hogy nem szaporodik rajta semmi. Mi a normális úszó? Nád, fű, gaj, mit tudom én mi, ami természetes cellulóz, lignin tartalmazó anyag, amin a, ezek a pozitív kokkuszok, infúzóriumok ragyogóan szépen el tudnak szaporodni, és föl issza a mélyecske azt a folyadékot, amire éppen neki szüksége van. De klóros vizet eszetekben ne jusson kivinni. Van, aki fertőtleníti az itatót, minek? Ki kell öblíteni, ki kell tisztítani, jó, elfogadom, és akkor utána a kútvizet vagy valami hasonló vizet bele tölteni, de legjobb a tóvize. Miért mondtam ezt el? Mert kérem szépen ez a mélyészetnek az alapja, tehát itt kell kezdeni, hogy a mélyekkel legalább ilyen szinten tisztába kell lenni, hogy az egészséges táplálása a mélyeknek itt kezdődik. Nem akarom ezt tovább ragozni, és ö, ugye azt leszögezhetjük, hogy virágpor nélkül kérem szépen nincsenek mélyek, az összes tápanyagot a cukrok kivételével a virágpor biztosítja. Gyorsan szaladunk tovább, és csak néhány dolgot emelnék ki. Legtöbbet a virágporból a fiasítás és a fiatal, illetve miek fogyasztanak. A napi fogyasztása a virágpor nélkülözhetően a kerés utáni időszakban napi fogyasztása, ugye a mélyeknek, az majd később látjátok, 4,3 mg per mélyecske. És ami érdekes, hogy alábecsülik a hordástalanság által okozott károkat. Itt csak a virágpor szempontjából gondolkozzatok. 2010-ben mi történt? Első akác időszaka. Első pár nap volt hordás, utána Bejött egy hidegbetörés 9 napon keresztül, 9 napon keresztül, viszintesen esett az eső, meg fújt a szél. Napközben 8-9, éjszaka, fagypont, meg 2 fok körüli hőmérséklet. Nehogy azt higgyétek, hogy csak nektár hiány alakult ki. Ott van kérem szépen a kiterjedt fiasítás, annak táplálék kellene. Ha elegendő táplálékot kap a fiasítás, lehet, hogy 45 napig is él, vagy 42 napig nyáron. Ha nem, akkor 20 napos karába azt mondja, hogy köszönöm, edni elég volt. Tehát egy alultáplált nemzedék mit fog eredményezni? Hordástalanságot. Na most kérem szépen, mit kell erről tudni? Azt, hogy az akác időszaka egy relatív éhezést hozott 9 napig. 2007. július-augusztus, ugye örülök annak, hogy a német Lajos is elmondta, hogy 2007-ben volt az kiskunhalason, az a leghideg, vagy a legmelegebb 41, nem tudom hány tized fokos hőmérséklet. Nekem ott vannak jó cimboráim, és a címboráim közül növénytermesztők is vannak. Kimentek a kukoricatáblának a közepébe, betettek egy hőmérőt, 70 fok körüli hőmérsékletet mértek, ahol megszorul a levegő. Nem kell azon csodálkozni, hogy rá egy hétre ki volt száradva minden, mármint meg volt száradva, mert a növény 40-valahány fok fölött elpusztul. Tehát a lényeg az, hogy 2007. július-augusztus szintén ilyen volt. Ott nektárhordás, virágporhordás ugye ö, ö, károsult. És 2018. február-március ugyanide fölkéreckedett ebbe az a, időszakban. Most a virágportadó növények közül kiemelem a legjobbakat, a fűzfélék, virágpora, az csodálatos. 47% körüli fehérje tartalom, 16% körüli zsírtartalom, és nagyon jól emészthető, tehát az összes eszenciális aminósabb benne van. A fűszféléket egyébként az állatok is nagyon szeretik, nem véletlen az, hogy ugye rögtön megrágják egyebek. A másik, ami nagyon fontos számunkra, rece, mustár, olajretek, nagyon értékes a virágkor, a gyümölcsfák, lucerna, utifű, pittypang, facélia. És kevésbé értékes virágporok a fenyők, éger, magyaró. A magyaróra csak annyit, hogy például a magyarónak a virágpora mélyek számára szinte teljes egészében emészthetetlen. 20-30%-a szívódik föl, a többi az emésztetlenül átszalad. A nyárfák, kukorica, pázsit, fűfélék. Tehát a kukorica, pázsit, fűfélékre azért hívom föl a figyelmet, mert mint ahogy kiderül a következő képben, hogy a begyűjtött virágpor, ami éves szinten egy mennyiséget jelent, annak 60%-át csökkenő sorrendben a következő növények adják: kukorica a legtöbb, hereférék, pittypang, utifű, repce. Ez megdöbbentő. Tehát a problémánk az, hogy a legrosszabbul emészthető például a kukorica adja a legtöbb virágport a begyűjtött virágpor mennyiségét tekintve. Ugye, itt a, a, nagyon érdekes, hogy a virágport adó növényeket, hogyha megnézitek például egy fűz virágzását. Egy-egy fa nem sokáig virágzik, jellemzően egy-hét-két-hét, hét, amíg virágport ad. Van, amelyik hosszabb ideig, de azt mondhatjuk, hogy átlagosan egy-hét-két-hét hét, egy növény esetében a virágpor termelésének az időszaka. A másik, amit tudni kell, hogy a fiasítási időszakban, amelyek nem gyűjtenek, egy heti készletnél többet. Mit szoktatok ilyenkor látni? Hú, teli van a fiasítás, környezete már kiszorította a virágpor a fiasítást. Ez az egy heti készlet körülbelül. Mert másnap bejön az esős időszak, egy hét múlva megnézed, üres a kaptár, eltűnt a virágpor. Kivéve a gyevibíró esetét, mert az egyheti készletnél akkor tud többet gyűjteni, Hogyha le is tudja fedni nektárral, és el tudja raktározni. Tehát, hogyha van megfelelő nektárhordás és virágporhordás is, akkor figyeljetek, meg virágport elő behordja a sejt aljába, szépen ráhordja a nektárt, lefedi, és így készül a mékenyér, ami majd későbbiek során felhasználásra kerülhet. De az a gond, hogy itt kijelenthetjük azt, hogy ha nincsen a következő héten virágportadó növényed, akkor megint jön az éjkopi időszaka. Az a szerencsés, hogy a virágporból folyamatosan van, ezt hívjuk a tavasz időszakban, hogy láncszerűen virágzanak a növények, az egyik növény a stafétabotot átadja a másiknak, és a mélyek mindig megtalálják a megfelelő mennyiségű virágport. Abban az esetben, ha nem kultúrkörnyezet a mélyeknek a tartási helye. Ugye mit hívunk kultúrkörnyezetnek, mezőgazdasági kultúrkörnyezetnek? Azt, ahol szántóföld, szántóföld hátán. De igazából a méheknek ez nem egy egészséges környezet, hanem ez egy kultúr sivatag, fogalmazunk konkrétan. Ez egy kultúr sivatag, mert csak akkor fog virágport adni az a növény, ha éppen a virágzási idő eljött. Foglaljuk össze a Magyarországon termesztett öt legfontosabb növény, kukorica, búza, árpa, Napra forgó repce. Ebből kettő az, ami virág, virágzik egy szűk időszakban, és a többi időszakban, amelyek hajanak éhen. Hasonlítsuk össze a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es, meg a 2000-es éveknek a mezőgazdasági kultúráját Magyarországon. Ha TSZ világot valaki ismeri, ott kóborló juhászatot folytattak a TS juhászai, mert a gabonát, amikor learadták, még azon maradt egy pici hasznos anyag. Még a kukoricatáblát learadták. Nem tárcsázták le rögtön ezeket a növényeket. Nem volt nagyon gyomirtózva a terület, rengeteg fajta vadvirág volt. Hát vissza lehet sírni mé mélyészeti szempontból legalábbis ezt az időszakot. Lehet, hogy más szempontból nem, de szempontból mindenképpen, és kérem szépen nézzük meg a jelenlegi mezőgazdasági kultúrát, ha ezt kultúrának lehet nevezni. Megtörtént a vetés, azonnal gyomirtózzák, vagy előtte már gyomirtózták, hogy csak az a típusú növény kelljen ki, ami haszon növény. A gyomoknak esélyt se adnak. Kérem szépen, nem kell azon csodálkozni, hogy a növényfajtáknak a Fokozott védelme érdekében próbálnak növényeket megvédeni. Hát már kipusztuló félbe van a tisztes fű is. Kipusztuló félbe van egy csomó olyan vadvirág vadárvácskától kezdve a mindenféle növény, ami korábban a gabonák között ö, szarkaláb egyebek. A pipacson kívül gyomnövényünk már szinte alig van. A pipacsot nagyon nehéz gyomírtani. Gyakorlatilag oda jutunk, hogy a kultúrkörnyezet semmiféle más típusú virág, port, virágot nem tud adni. Miről is beszélünk Magyarországon, ugye van 1 millió 200 ezer mély család. A terület megvan hozzá, hogy ezt meg tudjuk tartani. De ez csak a terület. A mezőgazdaság azonban ezt nem biztosítja, és hogyha ez így halad tovább, akkor még kevésbé. Parlakfű rendelet a következő. Nem politizálok, csak nem szépen a parlakfű allergia, ez egy túldimenzionált kérdés, mert a parlagfüvet pont ott nem írtják, hogy kellene a városi környezetben. Viszont annyit tudni kell, hogy a parlagfű egy jelző növény, azt jelzi, hogy pionér növény, hogyha valahol nem hagyják a természetes növénytársulást kialakulni, ott ezek meg fognak jelenni. És ahol egyre többet mozgátják a talajt, ott egyre inkább csak ez fog előkerülni. Mondok egy természetes gyomírtó növényt, ezzel is kezdtem foglalkozni kicsit. Kérem szépen a tisztes fűnek a levele, az gyomírtót tartalmaz. Az nem engedi kikelni csak a gabonát, meg ő saját magát. Tehát ahol a tisztes fű kellőképpen elszaporodik, ott fölöslegessé válik a gyomírtás. Valamilyen szinten legalábbis. Tehát ezeket nem véletlen mondom el, tehát van alternatíva, nem lehet azt mondani, hogy nincsen, és igen, tudomásuk és most jön a számítás, egyszerű számítás. Tehát ezt a bevezető szakaszt azért mondtam el, mert a környezetét mindenki saját maga kell, hogy ismerje, és éves szinten a család erőségtől függen 17-51 kg virágpor kellene, hogy a mélyek rendelkezésére álljon. Folyamatosan ezt hozzá kell tenni. Tehát nem úgy, hogy egyszer-egyszer van valamennyi, hanem ez egy folyamatos. Tehát abban az esetben lesz az 51 kg, hogyha folyamatos virágpor, de lehet, hogy csak 17 kg lesz ez a szakaszos virágkor. Most kérem szépen, 34 kg-os átlaggal számolva 10 családos méhészetben, ez 340 kg virágpor. Semmi probléma, ezt a környezetből összeszedik. Nézzük, még 400 családos méhészetnél, ez 13.600 kg, ez egy kamionnyi virágpor. Tudok olyan csongrád megyei méhészt, aki fiatal pálya kezdő 400 családot összehalmozott egy tanyára, kultúrsivatagba, és csodálkozott, hogy a mélyei tönkre mentek. Hát az egy kamionnyi virágpor nem volt ott a környezetébe. Tudom másul kevenni? És most jön a lényeg az, hogy a terület ismeretét, ugye fontos, hogy tudjuk, és az szerint tudunk egy-egy területet terhelni. Magyarországon nagyon sok túlterhelt terület van, de van olyan terület, ahol meg nincs annyi mé család, amennyit esetleg el lehetne helyezni. Ugye, és kérem szépen egy tabu témára térnénk át, mert 2018-ban sok méhészetben fordult elő jelentős mértékű mévesztés. amelynek okát nem sikerült kideríteni, Ugye tudjátok, hogy országosan 700 körüli méhész jelentett különféle károsodást, ebből 71-ből szedtek mintát, a minták eredményének egy része megvan, igazából nincs meg, mert azt lehet mondani, hogy olyan kézenfekvő magyarázata a kieséseknek nem volt, ami azt mondana, hogy igen, lemérgezték ezzel vagy azzal a növényvédőszerrel hanem azt lehet mondani, hogy jelek itt is vannak, ott is vannak, van egy-két vizsgálati eredmény, amiben, amiben, valamit ki lehetett mutatni. És kérem szépen, ilyenkor jön az, hogy ne csak a laboratóriumi eredménybe bízzunk, hanem most jön a lényeg, hogyha elegendő energiát, időt szánsz rá arra, hogy megkeresed azokat a mélyészeket, ahol probléma jelentkezett, hogy nézzük már meg, hogy abban a környezetben milyen típusú vetés volt, milyen típusú vetőmagot használtak, milyen típusú növényvédelmet használtak, stb. stb. És keresd a közös pontokat. És a közös pontokat, hogyha elkezded keresni, akkor én már ezen túl vagyok, azt lehet mondani, hogy kérem szépen egy megállapítható a szingenta típusú napraforgó vetőmagos területeken, vagy növénytermesztési rendszerű területeken jelentkezett elsősorban a probléma, és annyit sikerült kideríteni, hogy egy közös pont van, ami a korábbi évekhez képest változást jelent, hogy a csávázó szerek között is tegyünk különbséget, mert neonikotin, neonikotin sokfajta van, de 2018-ban a Syngenta, a Cruzerra megkapta Magyarországon elsőként napraforgóban a fölhasználási engedélyt. Ez egy, egy neonikotin, ami amiről annyit kell tudni, hogy majdnem ezerszer mérgezőbb az előző típusoknál. És a lényeg az, hogy azért mondom, tabu témát feszegetek, és én, nekem nincs mit veszteni valóm, tehát én elmondom, az, amit sikerült kiderítenem. És a lényeg az, hogy ugye nem minden évben fog ez jelentkezni ilyen problémaként, csak azokban az években, amikor pont a virágzás kezdetén kap egy hatalmas esőt a terület napraforgalom, amit mondtunk, karógyökérzete méről szívja föl a nedvességet. Tehát átlag években ez nem gond. Azonban, amikor nagyon beázik, csicsogósra beázott, mi fog történni a mag környezetében lévő neonikotin újból föl tud szívódni, kérem szépen. Mert az oldal gyökerek, amik ugye a felületen gyökereznek, azok hirtelen nagy mennyiségű folyadékot tudnak fölvenni, és kérem szépen ez okozhatta azt, hogy bizonyos területeken, bizonyos környezeti feltételek mellett ott tömeges, másfél fiókos veszteséget is átéltek, volt ahol még ennél nagyobb. Tehát uh, itt uh, ugye pihentetőként annyit szeretnék elmondani tabuk témákhoz, hogy a nekünk nem a mélyekkel kapcsolatban kell elsősorban elindulni, hanem azt mondani, hogy vannak olyan rovarok, amelyek... Uh, nek a populációja szinte állandó egy-egy területen, hogyha nem háborgatod. Mert az élő feltételek általában jellemzően. Ezek közül ugye kiemelem a poszméheket. Itt a poszméheknek a fészkét látjátok. Itt direkt úgy próbáltam összerakni a képeket, hogy legyen Magyarországon előforduló mind a három leggyakoribb poszméhból, tehát a hortórumból, muszkórumból és a lapidáriuszból, a mezei poszmékből. És nézzétek meg, ezek gyönyörű jószágok, mert itt van a hortórum, ez a sárgás színű, ez picit már pirosas, ez a muszkórum, és a legszebb közül nekem legalábbis a legjobban tetszik, ez a mezei poszmé. Biztos láthatok ilyeneket. Most nagyon egyszerű, vannak jelző növények, amit ezek szívesen látogatnak. És nagyon egyszerű, a, ezen a mezei növényen egyik évben, június 6-a meg 10-e körül virágzik, megszámolod, hogy egy nap hány posz még tud, hát mondjuk ott kerülni sokáig, öt, rárepülni. Másik évben azt látod, hogy egy se. Harmadik évben azt látod, hogy megint egy rárepült. És ez alapján a populációt lehet becsülni, ezt a biológusok nagyon jól tudják csinálni. Tehát vannak madarászok, rovarászok, stb., akik ezt mesteri módon tudják űzni. Nagyon egyszerű, kérem szépen a mezőgazdasági kultúrkörnyezetben, hogy mekkora kárt okozunk, ez azon fog látszani, hogy ezek megmaradnak, vagy eltűnnek. Ami szintén az egyik kedvenc jószágon, ez a szabó méh. És a méhészeknek legalább ezt a párfajt ismerni kell. A szabó méh a nevét onnan kapta, hogy ő mint a szabó, szab. Nézzétek csak ezeket a leveleket. Itt ő kikaréozta, leszabta ezeknek a leveleknek a szélét, Utána ezt összegöngyöli, megfogja a karjába, és a fél, lendő fészekbe beviszi, és ebbe a ki fogja bélelni ezekkel a levélkékkel ezt a kis üreget, oda fogja tenni a petéjét, oda hordja a virágport, nézzétek csak neki milyen virágpor hordási lehetősége van, nincsen kosárkája, a fenekére oda pöttyözi, ragasztja a virágport, és majd utána be fogja vinni a a fészkébe, is itt már látszik a fészekbe, hogy meg van tömve, és picike ez a szabó, még sokkal kisebb, mint a mi méhünk, de ezt is nagyon szépen lehet látni a virághoz. Oda például a szolidágó időszakában a szolidágon rengeteg szokott lenni. És ezeket, hogyha megszámolod, hogy igen, egy egészséges populáció, vagy valami baj történt, ezek eltűntek, akkor jelzés szintjén azt lehet hogy itt a mezőgazdasággal valamit nagyon csúnyán elrontottak. Mondom a rossz hírt, ezek eltűntek. Tehát azokon a területeken, ahol mezőgazdasági művelés nincs, még megmaradtak, de egyébként jellemzően eltűntek. És tabu téma, a neonikotinoidok. Kérem szépen itt az Európai Parlamenten belüli zajló párharcokat is említeném, a szavazást is említeném. A szavazás szempontjából érdekes, hogy a neonicotinoidok felhasználása szempontjából ugye 26 tago, tagállam közül négyen szavazták meg, közülük az egyik Magyarország, hogy lehessen ezt felhasználni. Hát ha ugye kijelenthetjük, francia kutatók szerint kis dózisban található mennyiségben is, amelyek eltájolását okozzák a hasznosovaroknak a csökkenését, stb. stb. Nem akarok erről többet beszélni miniszter úrtól hallottátok, hogy hál' Istennek a csávázó tekintetében a neonikotinok felhasználását Magyarországon nem engedélyezik. Viszont nekünk a környezetvédőkkel közösen még egyet kell megtenni a neonikotinok mezőgazdasági célú használatát a növényházak kivételével meg kell tiltani. S tehát permetező szerként se használhassák, hiszen permetező szerként használják, például említeném a diót, a diónak van egy új betegsége, biztos hallottátok. A diónak egy légyféle beköpi a gyümölcsét, a gyümölcsnek a külső héját szinte teljesen lerágja, és ezzel nem például neonikottannal permetezhetnek. De nem szabad megengedni, tehát mi a probléma a neonikotinoidokkal? Az, hogy a környezetben gyakorlatilag kumulálódik, 15 évig sem bomlik le némelyik fajta, és utána a Lehulló neonikotin permetszer majd a talajra oda és fölszívja a következő virágzó növény, és ugyanúgy a problémát szültük. Még egy zárójeles hír: francia kutatók kiderítették, hogy az embereknél lassú elbutulást okoz. Akkor mi a francnak erőltetjük? Mert néhány embernek profitot hoz? Hát. Itt ugye. Nem akarok ebbe tovább beleszaladni, hanem csak gondolatébresztőként rengeteg cikket itt összetettem, és gyakorlatilag nem a kis ujjamból szoptam azért. És a következő téma, amiről szeretnék beszélni, az a 2018-as varró a helyzet, varró a kép. Ez a kép, habár nem 2018-as, 2015-ös, de ez egy tavaszi időszakot mutat. A tavaszi időszakban ez márciusnak megfelelő állapot. Két fiókot láttok itt, a két fiókon azt látni, hogy ez egy nem rossz család. Kérem szépen, a következő képen azt látjátok, hogy itt közben berendeztük, mert szűkítő, etető, ez ugyanaz a család, csak piszok hideg volt, és lehúzódott a mély család az aljára, még dolgoztunk. Megkapja a cukorlepényt, meg ide megkapja az api life várt az utóbbi pár évben, jó néhány pár évben ezt tettük. Megmondom miért. Mert ősszel mindenki lerendezi az atkákat, és az ősz időszakban azt hiszi, hogy minden rendben van, de azért egy-két atka, higgyétek el, úgyis átterel. Egyszerű matematika, és annak idején egy autó árát költöttük egy kísérletre, az arról szólt, hogy megkeresett bennünket egy gyógyszergyártó cég, hogy próbáljuk ki, hasonlítsuk össze az ő szerét egy másik, meg még harmadik szerrel. Megtettük, elfelejtették kifizetni a munkáj, munkánkat, azonban arra jó volt, hogy én magam tanultam belőle, és a lényeg az volt, hogy azt tapasztaltuk, hogyha egy ö, kezelés nélküli családoknál az akácra 800 és 1000 atká, földú, 1000, tehát 800 kötőjel 1000-re földúsult az atka szám, akác időszakra, ezt észre nem veszi senki. Ez nem látható adkaszám. Ezt mi se akartuk elinni, következőben megismételtük. A lényeg az, hogy az a szer, amit kaptunk név nélkül, meg egy másik szer, azt lehetett mondani, hogy 60-80 közé dusult az atkaszám, hogyha ezt használtuk. Tehát a koratavaszi időszakban a kezeléseknek van értelme még akkor is, hogyha annak a, a értelmét kevésbé látjuk. Itt ugyanaz a ö, helyzet látható, itt egy biológiai védekezéssel van kiegészítve az atkaírtást, ez a tompai erdészetben, erdőben készült. Itt nehogy azt higgyétek, hogy két sorba raktuk le a kaptárakat, hanem ez már a vándorlás napján az előkészület. Ez azt jelentette, hogy egy új kiárót kapott a kaptár elé a mély család. A hátulról átrendeztük az anyarás fölötti fias kereteket és gyakorlatilag ezt azzal a célral, itt három fiókra van el, elrendezve, néz meg, ez három fiókon van jellemzően, három fiókon vándorolunk, és hogyha megnézitek, nem, mind, nem, biztos, hogy minden család adott egyet, egy-egy másik egységet, nem lehet, hogy két családot összevondunk erősségtől függően. Egy a lényeg, hogy az erőt visszük fel a második család, vagy a második akácra. Ez már az összekötés időszakát látjátok, tehát már itt a kötözés rajta van amit nem láttok, hogy már a bölcsőket, a kerő bölcsőket betettük, hiszen az három óra után a családrendezéstől számítva berakható. Tehát kerő bölcsővel vándorlunk föl a második akácra, és ez a, tehát a koratavasz után ez a második atkaírtásunk. Ezt akkor fogjátok igazából megérteni, hogyha a folyamatokat megértjük. Második akác, ötödik, hatodik napján ki kell az összes fiasítás, az atkájával együtt. Jön egy tizen valahány napig tartó fiasításmentes időszak, amikor az atkák nem tudnak hová bebújni. És most jön a lényeg, hazavándorlás napján adsz neki egyetlen egy ködölést, füstölést vagy bármit, az atkák 90%-át lehoztad. Tehát egy kezeléssel. Tehát ez az atkareni védekezésnek a legfontosabbik pontja, ezt az összekötözött kaptárt jegyezzétek meg, hogy a biológiai védekezés még mindig a legeredményesebb. Ennél eredményesebb nincsen. Ugye itt a napraforgó időszakát mutatom, hogy gyakorlatilag ilyen mély családokat kívánok mindenkinek. Na most itt az utóbbi időszakban mi is nagyon sok irányba elmentünk. Volt nálunk kérem szépen csurgatásos időszak, volt, hogy okszásabbal nyolcszor egymás után Szublimáltunk. Volt olyan időszak, amikor, ugye, amit most mondok, és leginkább bevált, ez nem az én méhészetem, hanem van egy nagyon jó cimborám, aki lemásolta a mi történetünket, csak ő fotogénebb, mint mi. És a lényeg az, hogy ő, a, ő azt csinálta, hogy gyakorlatilag itt hátul majd látni fogtok egy hidegködölő berendezést. Ezt a hidegködölő berendezést én csak dicsérni tudom, mert Ugye miről is van szó? Van egy kompresszor, a kompresszor csövön keresztül beállítod itt három atmoszférára a nyomást. Nyomja be a levegőt, van egy ilyen ö, kis pumpa, ami hat csövön keresztül, ami egy golyót megmozgat, 3-5-6 mikron nagyságú ködcseppeket állít elő ebből a folyadéklögyből, amit betettél. És ezt fújja be hogyha visszanézünk erre a képre, akkor lehet látni, hogy ilyen ködöt fúj be. Na most ez miért nagy találmány, amit itt tettünk, mert eredetileg ez a készülék nem így néz ki, hanem itt látjátok, hogy ilyen eterni csövegkel össze lett operálva. Ez azért jó, mert megkönnyíti a munkát, mert itt nézzétek meg, hogy három ilyen fiókot elkészít, vagy menekülőteret előkészítesz, és csak pakolod egymás után, nem kell közbe tartani ezt a berendezést, és hova fújja, föntre, ami a legoptimálisabb, hiszen ez a köd szépen lassan le fog ülni a méheknek a nyakába, és szétoszlik, és gyakorlatilag a legeredményesebb atka elleni védekezést tehát ezzel tudtuk elérni. Kérem szépen nincs új a nap alatt, nem a szer újdonsága, hiszen az, azok a szerek használhatók ebbe a ködölőbe, amit mondjuk a füstölőbe vagy a, a sublimátorba is használtok. Csak mi a különbség? Nem égeti el. Tehát a óriási különbség és a hatékonyságát egy tabi méhészetnél, tehát van egy méhész barátunk, aki ö, tehát tab, tabdi nem tabi, mert a tab az itt van, a Balatontól nem messze, tabdi méhészetben próbáltuk ki. Ő elmondta, hogy hétszer furettózott, valami baj van nála, Gégény Benjaminnal a szaktanácsadóval kimentünk hozzá, és a lényeg az, hogy azt tapasztaltuk, hogy a első fiasba Here, here fiasban atka, másodikban megint, harmadikban nem, negyedikben megint volt. Tehát egy súlyos atka fertőzöttség, de őnál a furettó már nem hozott le semmit. Mondtam, hogy semmi gond, este eljössz, elhozod ezt a hideg ködölőt és leködölöd. A 200 és az 1000 nem tudom mennyi között hozott le a hidegköd. Ugyanazzal a készítménnyel. Tehát, hogy, hogy a furettóba beteszed az amitrászt, vagy a hidegködölőbe beteszed az amitrászt, ugyanabban a mennyiségben, mert 0,1 milli mm per család. Ekkora különbséget hozott. A furettót én nem is engedném egyébként használni, mert annyit kell tudni, hogy 370 fokon az amitráz tönkre megy. Tehát ha 370 fokra fölmelegíted, az tönkre megy. Gyakorlatilag itt ez pont nem következik be, és itt a, ezt a ködöt, ha megnézitek, gyakorlatilag ilyen hideg köd a kaptáron, egy percig megy, és az egy perc, sokan azt mondják, hogy ez rengeteg, nekem ennyi időm nincsen a kaptár kezelésére. Dehogy nincsen. Hát pont az a lényeg, hogy kellő időbehatást biztosítani ahhoz, hogy ez működjön hason. Azt elfelejtettem mondani, hogy itt is fontos, hogy a kiáró legalább egy 10 perces időszakra be legyen csukva. Mert ha ezt nem teszed meg, akkor most jön az érdekesség, ezt is kipróbáltuk, ha nyitva hagyod a kijárót, azt fogod látni, hogy az atkák lepotyognak a kaptára aljára. Néha még azt is lehet hogy mozognak, mi a lényeg? Vissza fog oldódni a szer bizonyos koncentráció alá, és újból életképes lesz az atka. Tehát neked az a lényeg, hogy 10 perces időszakig meglegyen az a, az atka, kb. 7.-8. percre pusztul el, hogyha kellő koncentráció van. Ha ezt a 7-8 percet nem biztosítod ahhoz, hogy elpusztuljon, akkor valamennyit le fog vinni, de igazából sosem lesz eredményes. Tehát én azt kérem mindenkitől, hogy ne higgyetek annak, hogy nyitott kiáróval lehet kezelni. Nem véletlen az, hogy eredetileg úgy van, hogy 10-15 percre zárja be a kiárót, tegye meg a kezelést, és utána majd kinyitja. Persze ne felejtsétek el kinyitni, mert abból nagy baj lehet. Ugye, köszönöm a figyelmet, és gyakorlatilag ezt a gondolatébresztőt én azért mondtam el, mert nem új szerekbe kell gondolkodni, nem új eljárásokba, hanem azt a néhány korábbi régi eljárást azt tessék előszedni, és azt normálisan használni.